Minden álmot, gyere harcolj értem, ha engem szeretnél. Ha én vagyok a legszebb álmod, ha valóra váltod, minden úgy lesz szép. Gyere, szeress még, szeress még, gyere, szeress még, 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 még. Apu, éhes vagyok és fázok. Tudsz valamit hozni a kislánynak, hogy egyen? Elmegyek, hozok ennivalót, jó, járjon valamit. Mindjárt jövök, jó? Egyetek, mindjárt jövök. Mindjárt jövök. Ne sírjál. Nem sokára rendez apád valamit, aztán megyünk innen. Remélem. Nézd meg, ellopták a bőröndöt. Úristen. És apád nincs itt. Mit csináljunk? Hát ki vihette el? Mire kell az neki? Még azt is elviszik tőlünk. Ezt nem hiszem el. Gyere, keressük meg apádat, mert minket is megölnek itt. Menjünk el. És merre menjünk? Nem tudom, merre ment apád. Talán arra. Gyere. Hú, én nagyon félek a matektól. Valamit ki kell majd találni, mert nem akarom megírni ezt a matekot. Kitalálunk valamit majd. Muszáj lesz. Jó lett a tőlem? Aha, nekem. Neked is. Most direkt ilyen dögös. Jó csillisit akartam, mert nem tudom, tudod, ilyen vagyok. Én megyem most ezt a pirosat. Ez jó, mindig jó. Mindig elatúr. De neked nagyon hosszúak, de tök jó. Ez XL-es. Jó. Legnagyobb. Gondoltam, most váltok. Bár a rózsaszín jobban tetszett amúgy, de igen? Most komolyan mondom. Tényleg? Uh-huh. De jó, tényleg a rózsaszín jobb volt. Gyere. Bár ez is nagyon jól néz igen? Ki. Igen? Aha. Meg. Sok mindenhez megy, tudod. Nem is tudom. Hát olyan fura az, nem? Tudom, nekem jó ez a kicsi a... Sziasztok! Ja. Szia, Laci! Nem jössz ide? De mi baj, ha? Tegnap szakítottunk. Micsoda? Mi történt? Hát elég volt már belőle. Tegnap képzeld, de olyan étterembe vitt el. De nem ezt érdemlem. Hát olyan putris helyre vitt, hallod, hogy úristen, és mikor mondtam neki, hogy azért egy kicsit vehetnénk magasabbra a szintet, akkor még neki állt feljebb, és megmondtam neki, hogy akkor nem. Hát tényleg nem ezt érdemlem, te a legjobbat érdemled. Nem baj, hát azt hittem, hogy valamilyen szinten kikupálod itt mellettem, az én szintemre, de nem. Mondjuk szerintem rendes srác. Micsoda? Hallod? Miért nem szólalsz meg? Ja, semmi, csak... Várjál már! Van közöttetek valami? Dehogy is, hova gondolsz? Szerinted kicsesznék veled? A legjobb barátnék vagyok. Velem nem cseszel ki. Persze, hogy nem cseszel ki, csak izgulok a holnapi matekod miatt, szóval menjünk is, mert még át kell néznem. Hát ez érdekes. Itt a Lorena vagy. Lore. Szia! Sziasztok! Fogod? Ez most mi? Tudod. Na jó, menjünk már, menjünk. Mi történt? Jaj, Isten, vitték a bőröndöket! De jó, hogy megvagy meg! Ellopták a bőröndöket! Kiraboltak, vagy mi történt? Kiraboltak minket! Kirabolt ki, vagy hogy? Annyink volt, még azt is elvitték! Egy kapusznis ember elvitte a bőröndöket. Felkapta és elvitte. Nem volt érkezésünk semmire, meg is ilyet. Nektek nem lett semmi bajotok? Nem, nincs semmi nem bántott benneteket? Nem volt semmi baj. Nem szólt, csak elvitt, elszaladt igen, a bőrön, de mi? Felkapta és elszaladt vele. Vettél valamit? Jányom, csak ennyit tudtam venni. Elég ez. Ennyit tudtam csak venni.
Elég ez a... Vettem egy kiflit neked, tudom, hogy szeretet tessék. Ezt majd megesszük anyáddal, jó? Jó van. Haj, gyerekem. Ne gyertek, menjünk valamerre. Majd lesz csak velünk valami. Hát most már hova megyünk? Nem tudom. Már félek oda visszamenni. Már megfagytam. Majd kitalálok valamit, hát most mit tudok csinálni? Hagyjad meg. Az ember hogy örül egy zsemlélek? Na, szia Laci, figyelj már, azt hiszem van is ejt valamit. Nem mondtam semmit, de valami tud is ejt, rákérdezett, hogy van-e köztünk valami, meg hogy nekem bejössze. Nem mondtam semmit, de nem szeretném, ha kiderülne, nekem a barátnőm. Persze, nyilván. Nem tudom, mit csináljunk most? Lehet abba kéne ezt hagyni, nem, én nem akarom ezt tovább csinálni. Mindegy, majd megbeszéljük, nem is érdekel már. Szia! Könyvet olvasol? Igen, Viktor Hugót olvasok, a Nyomorultakat. Hogy látok ezzel a dolgozattal? Hallj, Robi, mondani akartam tényleg. Hallod, Robi? Te úgy is meg tudod oldani. Csinálj már valamit. Hát én már nem csinálok semmilyen hülyeséget. Ki fognak rakni? Valami kis botrány. Minden héten botrány csinálok. Nem tudok semmit, ember. Hazaviszek mérét. Kell, hogy rá tudnátok-e venni valamit, nem hiszem. Tudom. Figyelj már. Figyelj már, nem akarod elintézni, hogy ne írunk dolgozatot. De elintézhetem valahogy. Persze. Tényleg? Persze. Hát valahogy megoldom, valahogy elintézem. Ja. Szép jó napot, gyerekek! Jó napot! Szervusztok! Mi van? Többi nem jött? Nem, betegek! Beteget jelentettek? Igen, nem beteget. Akkor igen, gyerekek, akkor felírjuk, hogy ki nem jelent meg a tanodába. Mert tudjátok, ez egy kötelesség, ide jönni kell mindenféleképpen. Gyerekek, vegyetek elő egy lapot, tollat, és akkor egy dolgozatot fogunk írni. Okay. És most nem lesz itten játék, meg hülyeség, meg szerelem. Nincsen. Dolgozatot normálisan tessenek megcsinálni. Megértettük egymást? Psst, drágám. Atya, mi van? Megint szerelmes lett? Folyton csak rád gondolok minden percben. Elmullam... Na most oda megyek, megkérdezem, hogy mit csinál ott az az én placomon? Milyen jogom merre oda megy? Szép öcső, mit csinálsz te ottan? Mit ráncigálod azt a hajfist? Még egyszer mondom, milyen jogon ráncigálod azt a hajfist? Hogy miért ráncigálod? Ez az enyém, ez az én területem. Van engedélyed, hogy ide vetted a lábodat? Mi az, hogy engedély kéne tőled kérni? Ki a... Mit gondoltam, miért van lezárva? Miért? Mert be van zárva, hogy ne tegyenek bele több szemetet, azért. Nem, mi ez azért, a mert ez az enyém. Miért? Tied? Enyém, még a kulcsom is itt van. Nem mondod. De mondom, látod. Jó, hát... Miért, te fradista vagy? Közöd? Mi az, hogy közöd? Szépen beszélj meg. Én kérdeztem, én nagyon szépen mondtam. Közöd?
Sok van, mert én is fradista vagyok. Egy fradista nem beszél így a másikkal. Jó, akkor testvérem, ne haragudjál magadra, hogyha nem nincs miért. Úgyhogy ezt a placot nagyon gyorsan elhagyod. Én? Igen. Nem megyek innen sehova sem. Ettől odáig ez az enyém. Ez nem a tied. Szóval kapsz 2 másodpercet, hogy elhagyd a placot. Nem szeretném azt, hogy ő ilyen, tudod, szirénás bácsi jönne érted. Tényleg? Még emberkedik. Várjál, csak egy kicsit szépen. Lehet, hogy te érted jön a szirénás bácsi. Minek kell ez a csöves kuka? Ne, itt van, edd meg a kukádat! Ezt a büdös kukádat edd meg! Nem tagadom, fáj a szívem nagyon, oh. Rabul ejtettő, pedig ezt nem akarom. Olyan, mint egy álom, mert az ideálom, oh. Kiszemeltem őt, és rajta kapott. Az operáción túl, újra a szívemben a szerelem túl. Miért pont őt, miért pont most kellett megpillantanom ezt a mert hol volt, hol nem volt, egy hang a szívhez szólt. Szeretlek, te amor, I love you corazón, I love you corazón. Elcsattant egy csók, ez nem véletlen volt, ezt tudtuk nagyon jól. Hey. Nem tehetek róla, megfogott hey. A csókja. Hey! Hát te mit csinálsz, ember? Hát te mit keresel a földön, te dilaj? Menj már! Lehet nem tudja, de belém havarodom. Csak add nekem a jogot. Hallod? Bemutatlak a menedzsernek, mert be akarlak venni a csapatba, a bandába. Miféle menedzsernek és milyen banda? Csak nem mi leszünk aranyszemek, bandi. Hát olyasmi. Komolyan? Hát akkor figyelj, mutasd be annak a menedzsernek. De amúgy ki ez a gyerek? Mit csinál? Mit lehet róla tudni, Bandi? Hát ő ért a stílusokhoz, ért a, ahhoz is, amit, ahogy énekelsz. Uh-huh. És neked amúgy jó a hangod, Bandi? Hát hogy képzelhetsz ilyet? Anyám is azt mondta, hogy jó a hangom. Ne sértegessél már. Na jó, akkor menjünk oda a menedzserhez. Oké. Okay. Na, arról van szó, Erik, hogy be akarom neked mutatni az új bandatársat. Szia! Armando vagyok. És mi játszol? Én nem játszok, én énekelek. És tudnál most énekelni valamit? Hát persze. Just arra mengedú Koteká konik csidi kélame Koteká konik csira kélame Veri asunto de mi trovo muro illa te duca mi trovo mure asfate pica pentu de vale penso te quera que la cama que la cama, oh, que la cama. Jó, akkor ez jó lesz. Akkor jövő hétpéntek megoldható? Persze, szerintem egy ilyen lehetőséget nem hagyhatunk ki. Jó. Na jó, akkor megbeszéltük? Igen. Na. Köszönöm szépen. Na, örültem. Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok! Hú, de szép az a lány, bárcsak ide jönne. Na haragudjatok, de az a híres tanoda itt van? Igen, igen, mi is ide járunk.
És akkor valaki el tudná engem légy szíves kísérni. Lemaradni jó, mert olyanok tesom, hogy ki fog szakadni. Ma hajnalig itt kell maradni. Bandi! Kísérd el a lány! Kísérd el! Tanodába! Bandi! Mi stojim grafto? Hallod? Na? Veszel a feleségem? Még be vagy? Anyám mindig azt mondta, hogy ilyen szép lányt vegyek el, mint te. Álmodban esetleg. Az a helyzet, hogy én már kinéztem magamnak, és őt nagyon tetszik nekem. Ki az a köcsög? Szétrugdosom. Azt titok még nem mondhatom el. Hallod? Én boxra járok. Mutasd be nekem, és lejátszom vele. Egy az egybe. Hát ezt megnézném. Hallod, megfoghatom a kezedet? Biztos, hogy nem. Hogy nézel te ki? Akkor át sem magassalak, máma. Ha még esetleg más stílusod lenne, más hajad még, akkor talán. Te kedvedért bármit megteszek. Hát engem meg az nem izgat. Itt van a tanoda. Köszi szépen. Megtehetünk bármit, a gyönyörű testet csábít. Elhalványul, ki körülöttünk, ki táncol. Minden téren neked bejövök, én ezt érzem. Te vagy a cél. Na, megjöttem, hoztam vizet. Legalább egy kicsit meg tudunk mosakodni, meg van benne valami zé. Végre a kezünket. Na, gyere, anya. Gyertek már ide. Na, ezt tudtam intézni. Ember, legalább egy kicsit megmosakoztok. Mert tiszta retkek vagyunk napok óta. Nem fülöttünk. Az öntek neked is fölé. Öntsed még. Még, öntsed még. Még adj egy csöppet. Ide. Hallod? Már két napja nem fülöttünk. Ez gyorsan meg kell oldani valahogy. Valamit már jó lenne. De gyorsan. Én már ma szerzek egy lakást, meglássátok. Úgy legyen. Figyelj, én addig megyek, amíg nem lesz egy lakásom, mert meglássátok. A legutóbbi telefonot a halálideg vagyok. Nyugodtnak kell neked is maradnod, mert hogyha ez kiderül, akkor mind a kettőnek lőttek. De hogy lehetnék már nyugodt, mikor van ilyen legjobb barátnő? Vele megyek mindenhol, én nem tudok neki hazudni. De figyelj már, hát most én sem mondtam el senkinek. Ennek titoknak kell lennie. Robi a legjobb barátom, neki sem mondtam el. Istenem, ezek között biztos van valami. Ne parázz mindentől, okosan kell csinálni, és akkor minden jó lesz. Jaj, nézd rá. Miről beszélhetnek? És jó nem. Rád nézek, a szívem egyszerre dobog lassan és hevesen. Végre úgy érzem, hogy valaki megér. Na megint itt van már ez a kopasz, hajléktalan csöves. Hát te most nem úgy úszta meg megint. Itt nézzétek már, hogy néz ki az az ember. Nem hiába Pest. Ez a csávó zavart el az előbb. Ez a mitugrász. Hát, az övé volt a kuka, állítólag. Mondom, tiszta csöves bánat. Hallod, szép öcsém, megint itt vagy a placomon? Nem mondtam ott világosan, hogy hadd el a területemet. Mi az, testvérem, minden itt a tied? Mi vagy te itt a miniszterelnök, vagy ki vagy te? Vagy, hogy itt minden a tied? Állítsad már le magad. Tudod, ki vagyok én? Mi, ki vagy te? Én vagyok a fárajó. A fárajó? És azon a... Száraz fán vagy mi az? Tudsz rajta valamit? Én testvérem, az ország egyik legnagyobb gitárosa vagyok. Miről beszélsz te? Radics Béla vagy? Mit Radics Béla? Kovács Andor testvérem. Na?
Mi a megállta, tudom-e? Menj már, Élne, most mit tártott neked apu? Miért kötekszel vele? Már testőr is kell neked, hogy megvéd magad. Na, szépen beszél a jányomról, milyen testőre, mert itt kemény dolgok lesznek. Úgy nézel ki, mint a karácsony. Te. Hogy néz ki az a karácsony? Hát, hogy nem is tudsz azon játszani, csak itt teszed magadat. Hogy de nem bántottam senki. Jajosz mély, de mégis ver az Isten. Az mere fiatal életem. Jaj, de nagy bánatban. Én meg tulipán vagyok. Tudod, még... mit mondtam, mit mondok neked, az drága testvére? Az előbb még fára jó volt, tehát a fiú. Ez a terület az enyém. Azért vagyok fára jó, mert itt minden az enyém. De mivel megkedveltelek a szép családodat, tisztelem, jó zenész vagy, ezért befogadlak, elviszlek, adok neked helyet, ahol aludj a családoddal, megtanítalak, hogy kell kukázni, megtanítalak az utcai zenélésre, magyarul megtanítom neked az életet, hogy élj úgy, hogy te is egy második fára jól legyél. Sziasztok! Hol van az a lány, aki neki ment az előbb az osztopnak? Hallod, Jenny? Ez volt az? Most te nem csoda, hogy meghaltál érte. Lédiges leszek most. Nézve, Vani, hogy nézze ezt a gyereket, mindjárt kiesik a szemét, tiszta szégyen. Ha gondolod, tarka rúgatom a csávót. Hagyjuk. Mindegy. Csak idegesítne. Nem tagadom, fáj a szívem nagyon. Rabul ejtettő, pedig ezt nem akarom. De olyan, mint egy álom, mert az ideálom. Kiszemeltem őt, és rajta kapott. Szabad ebből kimaradni, a fullos csajokról lemaradni, mert olyanok tesom, hogy